akik ide kiérkeznek, mit látnak, mivel találkozhatnak, milyen programokon vehetnek részt? A rendezvény fő központja most a Múzeumkert, ahol ugye a főzés is zajlik, illetve a verseny zajlik. Jelen pillanatban, ahogy az előbb is mondtam, a színpadon Berekfürdő település műsorát láthatják az érdeklődők, őket fogják követni Kunmadaras települése, majd a Dériné Kulturális Központ néptánc csoportjai fognak színpadra lépni, itt lesz velünk Feke Pál, majd az eredményhirdetést követően pedig Nóta műsorban kedveskedünk az ide látogató vendégeknek. Egész nap folyamán egyébként itt a Múzeumkertben, itt van velünk az agyagbanda, aki folyamatosan szórakoztatja az ide látogató vendégeinket, illetve a főzőket. Működni fog délután a borudvarunk, ahol a Z-klub együttes fog színpadra lépni. Természetesen egész nap várja az érdeklődőket a Jusszárnyék, a Játsza játszótéren, a Népi játszótér, bűnmegelőzési bemutató, eszkréma bemutató, légvár, mindenféle finomsággal várjuk a ide látogató családokat, a gyerekeket. A Karcagi Birkafőző Fesztivál Jusszárnyék programján vagyunk, a Kossuth téri parkban, az Árnyékos parkunkban, amelyet a református templom mellett tartunk meg immáron sok éve. Ez a helyszín kifejezetten a gyerekprogramoknak a helyszíne, és egyre több helyszínnel, egyre többféle programmal jelenünk meg. Egyrészt a program nevének megfelelően, amely a Játszó Rét nevet kapja már évek óta, valóban különféle játékokra van lehetőség. Kézműves foglalkozásokon keresztül, interaktív rétbejáráson keresztül gyarapíthatják játékosan az ismereteiket a résztvevők. Az egész kicsinyektől a családokig, nagyobb gyerekekig várunk mindenkit. Tegnapi napunkat ugyan elmosta az eső, de ma már igaz, hogy 36 fokban, de nagy érdeklődés közepette tartja nyitva kapuit a Jusszárnyék. Veszőfonást lehet tanulni, nemezelni lehet, kunhímzést gyapjúfonállal, ezen felül lepényt lehet sütni, a hátunk mögött megrendezett réti világban megismerkedhetünk a szilajpásztorok és a pákászok életmódjával, azon felül pedig különféle ügyességi játékokban, gólyalábazással, farkasdobálással, kacsavadászattal, tojáslopással is próbálkozhatnak az itt levők. Tematikus programjaink vannak, illeszkedik a Birkafőző Fesztivál témájához, valamilyen módon minden programunk a jutartáshoz, a jóneveléshez, a gyapjúfeldolgozáshoz kötődik.